A digitális távoktatás ellen tiltakoztak dán középiskolások Aarhusban, azt követelve, hogy engedjék őket vissza az iskolákba. Hétfőn több mint 1600 diák bojkottálta az otthoni tanulást, és helyette inkább az utcákon demonstráltak. A második és a harmadik évfolyamosok március óta mindössze 5 napot jártak iskolába. Szerintem elveszett az irányítás az otthoni távoktatás felett. Mindig azt hittem, hogy mi középiskolások nem élvezünk túl nagy prioritást, most meg a kis testvéreinknek nem engedik, hogy rendesen elkezdjék az általános iskolát. Háborgott egy dán lány. Ha digitális oktatást kapsz, nem tanulod meg jól, amire szükséged van. Otthon ülve nem kapod meg ugyanazt a segítséget. A csoportmunka is más, a tanítás színvonala romlik. Ráadásul az osztálytársainkat sem láttuk lassan fél éve. Tette hozzá egy másik középiskolás. Vissza akarunk menni az iskolába, skandálták a tüntető dán fiatalok. Erre azonban egyelőre igen kevés esélyük van.